különleges és mennyei finom ételek, minden mi szemszájnak ingere. Ezt kínálta a Bezermeni Vigasságok szeptember 5-én. A szervezők a rendezvényt immár 6. alkalommal tartották meg. Délelőtt lángra lobbant meg annyi tűz, és kezdődött a tulajdonképpeni verseny, ahol közel 500 csapat, illetve egyén mérette meg magát. Vad és halételekkel, valamint a reformkonyha újdonságaival egyaránt találkozhattunk ezen alkalommal. Ezt követően vette kezdetét a séfcsata, ahol szakástanulók és séfek megmérették magukat. A lényege a séfcsatának, ugyebár, hogy a srácok, tehát a szakácsok megtanuljanak emberek előtt főzni, tehát ez egyik nagyon fontos dolog, ugyebár tudjuk magunkról is, ha otthon elkezdünk főzni, hogyha mellettünk állnak vagy beszélnek hozzánk, akkor sokkal nehezebben működik ez a dolog. Erre szeretném őket tanítani, hogy ne legyenek pánikba, amellett, hogy figyelnek rájuk és beszélnek mondjuk a vendégekkel, annak ellenére a munkájuk nagyon szépen megtörténjen, nagyon szépen létrejöjjön az étel, és nagyon finom legyen. Tehát ez nagyon fontos, de ez csak akkor működik, hogyha ez élesben tanítom velük, és ennek ez a lényege. A másik fontos lényege, hogy 35 perc, tehát egy szabott idő alatt, egy megadott nyersanyagból el kell készíteniük 35 perc alatt 2 darab ételt, tehát egy ételt, 2 főre tálalva, egyet a vendégek számára, hogy ugyebár a nézőközönség meg tudja kóstolni az ételt, amit elkészítettek a séfurak, és egy ételt pedig a zsűri számára. Most ezt a tanulók számára is az a fontos, hogy tehát a gyerekek már most el kell ezekre, fel kell készíteni arra, hogy ha az adott helyzetben meg kell oldanod valamit, az nagyon fontos dolog. Tehát az a lényeg, hogy tudd azt, hogyha egy adott helyszínen, vagy egy idegen helyszínen, vagy egy idegen konyhába kerülsz be, az ne azt jelenti, hogy nem tudom elkészíteni azt az ételt, amit szeretnék. Tehát helyzetfelismerés, azokat az ételeket ugyanúgy el tudjam készíteni bármilyen környezetben. Én mindig azt szoktam mondani a tanulóim számára, és a diákaim, a séfeim, a szakácsaim, a barátaim számára, hogyha nekem tüzet meg vizet adtok, meg nyersanyagot, én bárhol megfőzök nektek, teljesen mindegy, ha csak egy sivatagba letesztek, és ezeket a feltételeket biztosítjátok számomra, megfőzök. És ez a fontos, tehát ettől lesz egy séf, egy jó szakács, jó szakács. Bogdán Gyula, a hajdúszoboszlói Lorena étterem séfje már nem először méreti meg magát a programon. A Bezermenén ez a 6. alkalmam, amikor megmérettetem magam, arany, illetve ezüst helyezéseket hoztam eddig el. Hát mit kell tudni, különböző versenyeken indultam el, hideg, illetve meleg konyhában. Egy remek kikapcsolódás, mind felkészülésben, mind maga a verseny, és meg ugye már valamilyen szinten kikapcsol teljesen, tehát csak magával az étellel kell itt foglalkozni. Ma készítettem egy napon szállított paradicsomos salátát, amire készítettem egy kapribogyós vinegretöntet, zöldfűszeres vinegretöntetet, egy polenta hercegnővel és a csirkemell márványsajttal töltve békönygyűrűben. A Váncsodról érkezett csülökcsapat igazi ételkülönlegességekkel szolgált a déli órákban. Váncsodról érkeztünk, egy úgynevezett csülök csapat lakomája, ez az étel neve, ez azt foglalja, hogy van egy fűrlevesünk, illetve egy konfidált szárnyas, ahogy tetszik, udvarunk, egyveleg. Az abból áll ki, hogy van egy libánk felfűzve, illetve követi 2 kacsa és 2 fácán. Majd a legvégén fog felkerülni a fűri, ami most fél a húslevesünkbe. A csapat már visszatérő vendég itt a Bezermeni Vigasságon. Visszatérő vendégek vagyunk, tavaly előtt voltunk itt elsőnek, tavaly pedig egy versenyen vettünk részt, ahol a fő szervezők meghívtak, és ennek eleget kellett tenni mindenféleképpen. Miért tartják fontosnak magukat megméretni, részt venni ezen a programon? Hát szeretjük a kihívásokat. Szeretjük az ilyen szabadtéri főzéseket. Hál' Istennek egy jó csapat gyűlt itt össze, aztán jól érezzük magunkat, sütünk, főzünk, eszünk, iszunk. És hát végül is ezért szeretjük a bulit és a szórakozást, sütés, főzést. A szakmai zsűri persze szigorú szabályokat is figyelembe vett az értékeléskor. Vonberg Frigyes kreatív séf idén először zsűrizett a rendezvényen. Szerintem itt van egy egységes pontozó lap, a 100 pontos pontozó rendszer, ami föl van, hogy a megjelenítése az ételnek, hogy milyen esztétikája volt, hogy készült el technológiailag, milyen íze van. Ezenből pedig mindenki saját magának kiválasztja azt a rendszert, ahol ő szeret pontozni, és amit ő megítél. Úgyhogy én is körülbelül így dolgozom. Van, aki nem 100 pontba dolgozok, én például kevesebbe, de a végeredmény azt hiszem, ez nem befolyásolja.
Miért tartja fontosnak egy ilyen gasztronómiai rendezvény megszervezését, és azon belül is egy séfcsata megrendezését? Hát ezt a versenyt, ezt azért tartom fontosnak, itt a helyieknek lehet mondani, hogy nagyon kevés van az országban mostanában ilyen, ahol ennyire lelkesen és összefogó csapat van, mint itt Debrecenben, és ez már évtizedek óta üzemel, és ha ők nem lennének, akkor egy színfolttal kevesebb lenne. Úgyhogy ez az ő eredményük, és ez az ő érdemük, és megtisztelő, hogy elhívtak ide, és itt lehet lenni. Ezen kívül pedig a környéknek megint csak egy színfolt, hát hogyha esik az eső, és ennyien vannak, és ennyien kíváncsiak, és mégis eljönnek, ez nem lehet abba hagyni. A gasztronómiai napon a Széchenyi iskola is készített ételt, illetve impozáns standdal jelent meg. A Széchenyi mezőgazdasági szakképző iskolából érkeztünk, nyúragút készítettünk, őz érmét áfonyásan, és slambusztortát készítettünk. Azt gondolom, mindhárom megér egy-egy misét. Honnan jött az ötlet, hogy ilyen ételekkel vonuljon föl a Széchenyi iskola? Az iskolánkban van vadász szakképzés, és saját anyagból dolgozunk, és úgy gondoljuk, hogy meg tudtuk mutatni így az iskolának a képét. Kik fogják elfogyasztani ezt az ételt? Hát elsősorban a zsűri megkóstolja, és a tanári kar, és a vendégeknek is. A rendezvényre kilátogatók között kicsik és nagyok egyaránt voltak. A finom és új ízek megkóstolása azonban mindenki számára fontos volt. A programok a változékony idő ellenére egészen a késő délutáni esti órákig tartottak, majd kifulladásig tartó buli zárta a rendezvényt.